Amit megfogtunk, azt meg is esszük, ugye, Dia? Igen, és nagyon finom. A gasztroson ugyanis tiszta tavi hal kerül a tányérra. Ha én képes vagyok elkészíteni ezeket az ételeket, akkor bátran nyúljanak önök is ehhez otthon, mert semmi ördöngőség nincs benne. Amur, balin, bodorka, combó, csuka, sülő és fogas. Tiszatavi halfinomságok elkészítésére biztat Horváth Szabolcs, a Hello Hal házigazdája. A mai vacsorán csak és kizárólag becsületszavamra tiszai halat eszünk. Tegnap mentem el a halászhoz és hoztam el a halat. Az összes halat én dolgoztam fel. Csónakáztunk már a tavon, benéztünk a víz alá. Most itt az ideje, hogy meg is kóstoljuk a tiszató hal csemegéit, a gasztrorócsón. A halnak ikrája csak egy bizonyos időszakban van egy évben, ugye? Ha most mondjuk februárt írnánk, akkor biztos, hogy a csukának az ikráját hoznám kaviár formájában. Ha márciust, akkor lehet a süllőjét. Így most tiszatavi pontyikra kerül az asztalra, mellé pedig harcsa tatár. Mi eszünk a halvacsora vendégeivel, Szabolcs közben mesél, bemutatja a tiszatavi halakat és sok érdekességet elárul. Szokták mondani, hogy halászni zavarosban lehet jól, ez tényleg igaz. Ilyenkor a halak kivonulnak a szélvízi kisvizekre, egészen a gát oldalába a frissen sarjadó fű között úszkálnak. Szabolcs azonban nem csak beszél, hanem egy serpenyőt is előkap a látványkonyhájában. Ha egy csirke mellett egy rész sóval látnak el, akkor a halat nyugodtan két rész sóval sózzák. A háziasszonyok egy-két apró trükköt is tanulhatnak tőle. Bőrével lefelé helyezzük a serpenyőbe, egy nagyon pici vajat fogok tenni rá, és lefedem néhány percre. A tiszató látványkonyhája egész nyáron járja az országot, hogy házhoz vigye a tiszatavi érzéseket, illatokat, és persze ízeket.